Bár a pályázattal Óbecse község 60 legjobb egyetemi hallgatójának ösztöndíj támogatását látták elő, mégis mindannak a 73 egyetemistának, akik megfeleltek a követelményeknek, jóvá hagyták a kérelmét és ösztöndíjban részesültek. Una Obradović, a Belgrádi Építészeti Egyetem harmadéves hallgatója, egyike Óbecse község 73 ösztöndíjasának, aki elmondta, hogy saját maga is meggyőződött róla, hogy a kemény munka, a törekvés és a tudás kifizetődő tud lenni. Elégedett, mivel szülővárosa támogatja abban, hogy a tudományos közösség részévé váljon, és hogy az ösztöndíjnak köszönhetően képes legyen tovább fejleszteni az egyetemen megszerzett ismereteket és készségeket. Az egyetemi hallgatók részére is, annak ellenére, hogy állami támogatásban részesülnek, az egyetemi tanulmány eléggé költségigényes. Az állandó fejlesztés és az állandó továbbképzés értelmében, valamint a gyakorlati dolgok miatt is, mert mi az építészeti egyetemen különféle maketteket és projektumokat készítünk, állandóan rajzolunk, tervezünk, ami mind igencsak költségigényes. Úgyhogy biztos, hogy nagy örömmel fogom ezt a támogatást kihasználni az ilyesmire. Miután lassan befejezi tanulmányait, Milan Doroszlovácski, az Újvidéki Kertészeti Kar végzős hallgatója azt tervezi, hogy az ösztöndíj támogatást üzleti ötleteinek fejlesztésére fordítja, a személyes készségek fejlesztése révén. Mindenképpen sokat jelent ez az ösztöndíj, mert általa csökkenthetjük a szülők költségeit, mert például a lakbért és az utazási költségeinket fedezni tudjuk. Ezen kívül segít a további edukációnkban és munkánkban, mert esetleg egy-egy tanulmányi utazást is megengedhetünk magunknak. Úgyhogy ez az ösztöndíj sok szempontból nagyon hasznos számunkra. Óbecse község az elmúlt 3 évben növelte az ösztöndíj kedvezményezettjeinek számát, és idén 5,8 millió dinárt különített el erre a célra. A tervezett források egy részét a költségvetésből, a másik részét pedig a községi elnök költségvetési tartalékából fizetik ki. Felhívom a végzős egyetemi hallgatókat, akik befejezték tanulmányaikat, hogy jelentkezzenek itt az önkormányzatban, hogy megpróbáljunk segíteni nekik munkát találni. Persze biztos, hogy nem lesz mindenki számára munka, de minél többen elhelyezkednek itt Óbecsén, városunk ezáltal annál jobban fog fejlődni. Mi így tekintünk a jobb jövőre. Óbecsén több új vállalat nyílik, és én azt szeretném, ha a gazdaságunk elérné a 80-as évek szintjét. Ehhez a szinthez azonban sok egyetemi végzettségű, szakképzett emberre van szükség. A község elnöke elmondta, hogy a helyi önkormányzat más pozíciókban tud megtakarítani, de semmiképp sem tagadhatják meg a segítségnyújtást és a támogatást azoktól az egyetemistáktól, akik elmondása szerint kemény munkával és törekvéssel kiérdemelték az ösztöndíjakat. A havi ösztöndíj támogatás értéke 8000 dinár, amit az egyetemi hallgatók 10 hónapon át kapnak. A szerbiai első A-liga 10. fordulójában, amit az elmúlt szombaton játszottak, a Becsei vízilabdázói 10-13 arányú vereséget szenvedtek saját medencéjükben a belgrádi Starigrad csapatától. Negyedenként 0-3, 3-3, 5-3 és 2-4. A Becsei csapatának gólszerzői Périć, Mészáros, Velimirov, Sasin és Krsztonosić egy-egy találattal. 2 góllal Jović. Čavić pedig 3-szor rezegtette meg a belgrádiak hálóját. Ismert tény, hogy a Starigrad csapata a második helyet foglalja el a tabellán az új belgrád vízilabdázói után. Azonban a Becsei Spartakusz elleni legutóbbi mérkőzése a hazai pályán teljes jogot adott arra, hogy győzelemre számítson a belgrádi vendégek felett, mondta a Tiszaparti fiúk edzője Goran Krsztonosić. Egész héten arra készítettem fel a fiúkat, hogy meggyőzzék saját magukat arról, hogy mennyit érnek, hogy ugyanolyan jók, ha nem jobbak, mint a Starigrad csapata, amit a mai mérkőzésen néhány alkalommal meg is mutattak. A vendégek már a meccs elején 3-0-ra vezettek, és ezzel az eredménnyel zárult az első negyed is. Az óbecseieknek sikerült a harmadik negyed negyedik percében lenullázniuk a vendégek előnyét, amikor is 7-7 volt az állás. Azonban sajnos nem tudták saját javukra fordítani az eredményt. Kiegyenlített volt az állás 10-10-ig, amikor az utolsó negyedben a Becsei csapata nem használta ki a 3-1-re kontrát, amit a vendégek a következő támadásban meg is büntettek.
Mindez a hazai csapat eséséhez és ilyen eredményhez vezetett. Gratulálnék a fiúknak az odaadásért és a harcért, és elmondhatom, hogy nem is vártam el pontokat, sem ettől, sem az új belgrádi mérkőzéstől. De nagyon sajnálom, hogy egy ilyen mérkőzésen és ilyen szurkolótábor mellett mégsem sikerült eredményt elérnünk. De hát mit lehet tenni? Most a TASS elleni mérkőzésre készülünk, amit itt játszunk Óbecsén, és ki fogom használni a hetet arra, hogy formába hozzam a csapatot, főleg pszichikailag. Mert valószínű, hogy a fiúk is nagyon sajnálják, hogy vesztettünk. Azonban mindent el fogunk követni annak érdekében, hogy a TASS elleni mérkőzést eredménnyel zárjuk. A következő hazai játék és a TASS előtt a Becsei csapata Új-Belgrádba utazik, ahol a magasabb rangvárományosával az április 11-e vízilabdázóival mérkőzik meg, akik az első helyet foglalják el a tabellán. Ez egy nagyon komoly csapat, amely a magasabb rangba lépés várományosa. Persze azért mi nem adjuk fel, de nem várunk sokat ettől a mérkőzéstől, és nem is fogunk rá különösebben készülni. Ezen a héten fogunk bekeményíteni, hogy felkészültek legyünk a TASS elleni mérkőzésre. A Bácsföldvári Vojvodina futballklub a tavaszi szezon előtti 5. kontrollmérkőzés keretében az Apatini Mladost Apak klub csapatát látta vendégül, és a 90 perc után 3-2-es eredménnyel győztek a hazaiak. Emlékeztetőül elmondjuk, hogy a mérkőzést Apatinban kellett volna lejátszani, de a Mladost Apa ifjúsági futballklub játékosainak, a vezetőségnek és a klub titkárának Zsegyko Macskicsnak a kezdeményezésére a meccset mégis Bácsföldváron tartották meg, hogy pénzt gyűjtsenek a Vojvodina labdarúgójának, Nemanja Bózsa Jankovics családjának megsegítésére, akiknek családi háza február 10-én leégett. Valaszvi mastosodasli. Mindenkinek köszönöm, hogy eljött. Nagyon sokat jelent számunkra minden akció, és minden, ami a családunk megsegítésére történik. Az Apatini fiúknak is minden elismerésem, hogy eljöttek a találkozóra. Minden nap érkezik valami. Ruhanemű, dolgok, pénz. Sok minden összegyűlt már. Sok ember nyújt segítséget. Klubjaink baráti viszonyban vannak, és amikor hallottunk a közösségi oldalon keresztül erről a nagy tragédiáról, rögtön elhatároztuk, hogy segíteni fogunk. Klubunk vezetősége kapcsolatba lépett a Bácsföldvári klub vezetőségével, és megbeszéltük, hogy a mérkőzést itt játsszuk le, és hogy ennek a meccsnek jótékonysági karaktere lesz, hogy pénzt gyűjtsünk a szerencsétlenül járt család számára. Bármelyik pillanatban készen állunk arra, hogy segítsünk, ahol csak tudunk. Mindenek előtt köszönetet szeretnék mondani az apatini vendégeknek, a játékosoknak és a vezetőségnek. Láttam, hogy ők is átadták borítékukat játékosunknak, Bózsának. Kissé megkönnyebbültem, mert tudom, hogy tőlünk a kevés Bózsának nagyon sokat jelent. Ezzel még nincs vége. Nem állunk meg. Van még néhány barátom, akik segíteni tudnak. Vannak, akik direkt a család folyószámlájára fizettek be bizonyos összeget, úgyhogy nem marad egyedül. Mindvégig mellette leszünk, mindaddig, amíg nem lesz ismétető a család feje felett. Még egyszer köszönet önöknek is, az Óbecsei Televíziónak és a Vajdasági RTV-nek, és mindezeknek az embereknek, akik eljöttek Bácsföldvárra. Köszönjük az apatini csapatnak, hogy eljöttek Bácsföldvárra, ugyanis nekünk kellett volna Apatinba mennünk, de ők tiszteletben tartva ezt az esetet eljöttek. Köszönjük továbbá mindenkinek, a szurkolóknak, és Bózsa nevében én, mint az edzője, köszönetet mondok azért, hogy nem maradt egyedül a bajban, és hogy továbbra is támogatjuk. A játékos társai, én, mint az edzője, és a Vojvodina futballklub Gorán Kudriccsal az élén. Még egyszer mindenkinek köszönjük, és arra fogunk törekedni, hogy minden hétvégéjüket győzelemmel tegyük szebbé. A mérkőzés első félideje megszakításokkal, szabálytalankodásokkal és 3 góllal zajlott. Az apatini fiúknak sikerült mind a két helyzetet sikeresen realizálni. A hazaiak viszont a 4-ből csak 1 alkalommal találtak be a vendégek hálójába. Az első gól a 3. percben született Burszács jóvoltából. Nenad Kudrics a 28. percben kiegyenlített Vrányes asszisztenciájával, de a vendégeknek Miskovicson keresztül sikerült újabb gólt rúgni, és így 1 gólelőnnyel lezárni az első félidőt. Nenad Kudrics 2. gólját a mérkőzés 47. percében szerezte,
12 perccel később pedig hat-trikkel a 3-2-es végeredmény is megszületett. Egy igazi bajnoki mérkőzést láthattunk, harcias volt az utolsó percekig. A pályán nagyon nehéz volt játszani, a sok eső után úgy tűnt, hogy ezért is volt olyan harcias, de szerintem másként nem is lehetett volna lejátszani. Annak ellenére, hogy elveszítettük a mérkőzést, elégedett vagyok, mert egyes dolgokat, amiket elterveztünk, azt meg is tudtuk valósítani. Sajnos több játékosom sérülés miatt nem vehetett részt ezen a meccsen, de most ez nem is annyira fontos. Ami fontos, az az, hogy elégedett vagyok a játékosaimmal, a hozzáállásukkal, törekvésükkel, akarásukkal. És bár a pálya nehéz volt, de célunkat megvalósítottuk ezzel a mérkőzéssel. Nehéz volt ma játszani, mindenek előtt azért, mert az elmúlt két napban két mérkőzésünk is volt. A fiúk eléggé el vannak fáradva. Tart a felkészülés, nehezek az edzések, és ezeken a felkészítő meccseken nem is lehet tökéleteset hozni. De azért a győzelemmel elégedett vagyok, és a fiúk játékával is. Szerintem ilyen játékot szeretnénk a bajnokság alatt is. Bár nagyon oda kell figyelnünk, ugyanis két könnyű gólt kaptunk, ami majd a fontos mérkőzéseknél sokat fog számítani. Pontokat veszíthetünk, méghozzá a fennmaradásunk pontjait. A jótékonysági meccsen 108 ezer dinárt gyűlt össze, amit a játék után átadtak Nemanja Bózsa Jankovicsnak.